Nincs emlékem arról, hogy vajon hány éve tudok anyám naplójának a létezéséről, de azt mindig is tudtam, hogy létezik. Azt is tudtam, hogyan néznek ki a kisalakú, gusztusos, szürke, kívül kockás, belül vonalas spirálfüzetek. Borítójukon a felirat, Kucses Éva, naplóm és egy évszám. Azt is tudtam, hogy a hétfiókos komód melyik szekrényében fekszenek, de nem mertem hozzájuk nyúlni, beléjük olvasni, mintha tartottam volna tőlük. Pedig logikusan gondolkodva tudhattam volna, hogy igazi, családot rengető titkokat nem rejthetnek, mert azokat az ember már időben szanálta volna. Mindegyik füzet olyan jó állapotú, hogy képtelenség elhinni, már 80-85 éve rejtik egy valaha művelt, csinos, fiatal lány írásait, titkait. Kicsit ugyan megsárgult a papír, de nem hagyott rajtuk nyomot sem az idő, sem a történelem, sem a számtalan költözés. Lassan éred bennem a gondolat, hogy kötelességem ezzel a naplóval foglalkozni. Én vagyok az első és az utolsó, aki ebben még hitelesen léphet. Sőt, lépnie kell, mert nélkülem lehet, hogy egy újabb költözést, lakásfelújítást vagy évtizednyi sötétséget már nem élnének túl ezek a füzetek. Egy fantasztikus, tehetséges szegedi lányból 20-30 év múlva Janikowski Évaként Európa hírű, sikeres író vált. Erre vágyott egész fiatal korában, és erről is szól a naplóm. Janikowski Éva 1926. április 23-án született Szegeden, Kucses Éva néven. Kucses Pál és Bartos Júlia Lili gyermekeként több szállal is kötődött Szeged irodalmi életéhez, hiszen anyai nagyapja, Bartos Lipót, könyv- és papírkereskedést működtetett. Ezen kívül Gyermekek világa címmel hetilapot is kiadott, melyet 1913. decemberétől Móra Ferenc szerkesztett. Középiskolai tanulmányait az akkori Árpádházi Szent Erzsébet leánygimnáziumban végezte. Most a második A-ba járok. 1938. január 14-e. Először is beírom a tanáraimat és a tanárnőimet. Első, Elzsi néni, az osztályfőnök. Teljes neve Bolgárné dr. Pataki Erzsébet. Magyart és németet tanít. Elég kövér és olyan lába van, mint Chaplinnek. Rögeszméje a jellemes diák. Szerinte az a jellemes diák, aki mindig összejátszik a tanárral, nem súg, magol a dolinál, nem segít, és mindjárt árulkodik. Szóval egy rímes tréber. Van neki egy ronda lánya, a harmadikába jár. Szeplős, szemüveges, őrült X lába van, és görbe orra, és szemüvege. Erzsi nénit magunk között Erzsók anyánknak hívjuk. Minden második szava, édesmamát kérdezzétek meg. Rövidet lát és nagyot hall. Ez ő, az ideális osztályfőnök. Gammer Béla, a földrajztanárunk. Őrült rendes pasi, úgy szeretjük. Rengeteget utazik és csuda jól magyaráz. Igazán nagyon jó vicceket mond, mikor jó kedve van. Mikor dühös, akkor csapkod, és mindenkit bedatisztat. Jelenleg beteg. Angyalka Gúny neve. Ez
1938. Csuda rendes osztályom van. Van ugyan egy pár hülye, de azok nem számítanak. 1939. január 21-e. Ezennel visszavonom ifjú koromban tett bohó kijelentésemet, ugyanis most már harmadik A-ba járok, és 1939. január 21-e van, amint azt a melléket ábra is mutatja. Rengeteget írtam tavaly, de most már igazán fogok. Azt hiszem, tavaly csak fölvágásból mondtam, hogy rendes osztályom van, ugyanis rájöttem az alábbiakra. Őrült hülye osztályom van. Van ugyan egy pár rendes, de azok nem számítanak. Ja igen, elfelejtettem megírni, hogy volt még a tanév elején egy aburbe kondita az osztályban. Mellékesen megjegyezve, sejtemem sincs róla, hogy mit jelent, csak nagyon jól hangzik. Úgy rémlik, mintha valami városról lenne szó, de nem tudom, hogy jön ez ide. Szóval, Erzsók néni megőrült. És mert a Mannheim Zsuzsa a rövidlátó, az egész osztályt össze-vissza ültette. S látszott csak, engem is elültetett a Magdi mellől. Ez igazán álnok tett volt tőle. Egész nap bőgtem, ugyanis csupa bukott közé ültetett. A négy oldal, első pad, első helyére. Pertlül mellettem is ő igazán helyes. Hál' Istennek, később a Magdit is a hátam mögé ültette. Ez egy rövid bevezetés volt, hogy mindenki tájékozódva legyen. Ugyanis Erzsók néni szerint minden elmefuttató vagy elbeszélés előtt ismertetni kell az előzményeket, az utózmányokat, a körülményeket, a szereplő személyeket, a helyet, az időt, stb. És én elfelejtettem a helyet és a személyeket. A személyeket nem is nagyon fogom, ugyanis azt hiszem az egész füzet tele volna velük. A hely legtöbbnyire az osztály. Négy ablak, 24 pad, egy dobogó, virág, tábla, jókai, asztal, szék, egy tanár és 39 gyerek. Azt hiszem már bevezettem mindent. Jöjj hát tárgyalás! Tárgyalás. Jelenleg influenza járvány van, és epedve várjuk, hogy bezárják az iskolát. De minket nem akarnak bezárni, pedig már a tunyogit is bezárták. Szóval egyezünk meg közösen, hogy ez piszokság. És mivel unok már írni, inkább olvasok. Most nem érek rá ugyan valami nagyon, de azért egy kicsit írok. Kaptam egy rémgúszta nadrágszoknyát, és most egész nap abban járok. És holnap megyek benne először biciklizni. Erzsó, azt hiszem, elérkezett az elmebeli eltompultság legvégső fokára. Remélem, elég cirkalmasan fejeztem ki, hogy hülye. Ugyanis arról érdeklődött, hogy kivezet naplót. Azt mondta, hogy bizonyára mostanában hazafias elmefuttatásokat végzünk. Enyhe röhely, majd egyoldalú eszmecserét folytatott Mátyás királyról. Tizenegy éves korától naplót írt, amiben mindent lejegyzett. Amit gondolt, amit nem értett, vagy ami bántotta. Borzasztó volt számára a világháború, de mégis szeretettel gondol vissza erre az időszakra, mert ekkor kezdődött el a másik nem iránti rajongása. Mégpedig egy fuvolás fiú személyében, aki a Szegedi Színház zenekarában játszott. És ebben az időszakban volt az első igazi szerelem is. Éva ekkor 13 éves volt, a fiú Gábor pedig 4 évvel idősebb nála. Föl vagyok háborod, vagy elmarad a Faust. Egetverő piszokság. Mégpedig ilyen hülye kifogással, hogy technikai okok miatt. Persze. Ez biztos azt jelenti, hogy a bájos Margaréta díd unokájának esküvőjén, mint tanú kell, hogy részt vegyen.
Faust anyósa esküvőin lesz biztos a vőfély. Mephisto pedig, mit tudom én, hogy mit csinált, de az biztos, hogy nem jött el. Van egy őrült jó tippem. Minden hónapban csinálok egy táblázatot, hogy miből mi a kedvencem. És úgy megtudhatom, hogy hogy változik becses, nem buta ízlésem. Április 15-e. Pálinkás jó estét kívánok, ihaj, de sőt még csuhaj, azaz vesszen Trianon, és éljen, naki. Azt ilyen időkben sose lehet tudni. Ám de, szögezzük le a puszta tényt, hogy éljen a magyar hadsereg, már csak azért is, mert ma elmaradt a latinóra. Ugyanis az egész úgy volt, hogy éljen, éljen, közös határt akarunk, mindent vissza, nem, soha, éljen, pardon, már úgy bennem van mindez. Szóval, ma jött meg a szegedi biciklis ezred a felvidékről. És eme okoknál fogva, ma kivonultunk, hogy fehér szívünk minden melegével köszöntsük a hazaszeretett hőseit, kik értünk és minden magyarért küzdöttek a felvidéken, kik vérüket ontották a hazájukért, a névtelen hősöket, stb. Idézet Erzsók költői szónoklata egybekötött prédikációjából. Ám de térjünk a tárgyra. Kivonultunk, össze-vissza dobáltuk a katonákat piszkos nártiszokkal, megéjjeneztünk egy pár csinos tisztet és egy sofőrt, és aztán ahelyett, hogy ott maradtunk volna az ünnepélyen, hazavonultunk. Azaz vonultunk a kapuig, ott nem mentünk be, hanem a latinórából hátralévő fél óra hazafias érzéseket keltett szívünkben, kijelenthettük, hogy tüntetni akarunk. Tanárnőnk nem bírt velünk. Ahogy befordultunk a sarkon, beleütköztünk a diribe. Rémes volt. Egy szót se szólt, és mégis mindenki szótlanul visszafordult. Amikor visszaértünk a suliba, épp kicsöngettek. Nem mentünk le az udvarra, hanem a szabályok ellenére fönt maradtunk az osztályban. Magunkra zártuk az ajtót, és megszámoltuk az uzsonnákat, hogy hány napig maradhatunk elsáncolt várunkban. Hál' Istennek enyhült harci kedvünk, és mikor Viri néni jött, kintottunk. Félek, hogy lesz valami baj, vészjósló csend van a dirinél, ám de megvigasztal, hogy sose halunk meg. De miből éljenek a temetkezési vállalatok? Szeptember 4-e. Na igen, minden nagyon megható. Azonban azóta eltelt egy kis idő. Nem sok, ugyebár kérem, egész kevés, csak úgy 300-400 ezer évecske. Azaz 3-4 hónap. De minden lényegtelen. A nyár csodás volt. A stílusom határozottan pocsékabb, de igazán nem lehet elvárni egy ilyen szegény lányzótól, hogy még írjon is, azon kívül, hogy teniszezik, úszik, társalog és sétál. Hát, ez minden esetre megerőltető. Sajnos kezdődik a suli, és vége a tenisznek. És nem megyek többet aztán a korzóra, mert az nem illdomos, ugyebár. Nem történt semmi izgalmas, csak volt szabadtéri, ami rémguzi, csodarendes volt. És most épp kitör a háború, ami kevésbé guzi, azaz rendes. Mostan sok fiúkat ismerek, amiben nincsen semmi vicc. Járok biciklizni, sőt, apu, illetve keresztapu bevonult katonának. Csinnadratta bum-bum-bum. Amint a mellékelt ábra mutatja, sziporkázok, de abba hagyom, mert még meggyúlhat valaki. Goodbye. Ja, igaz, tanulok angolul. Július 1-e. Fájdalomtól megtört szívvel jelentem, hogy már írtó rég nem írtam, ami elég szemtelenség. Kikaptuk a bizonyítványt, 2-2-esen van, hittan, számtan. A hittan szemtelenség, és azért kaptam, mert az ipari vásáron az atya orra előtt tettem virslit. Hát ez peh, de csak túléltem.
Azon kívül volt még egy nagy muri. Ezt se írtam még meg. Meg kellett hívnom 18 lányt az osztályból, mert én is voltam náluk. Persze elég vegyes társaság lett, ugyanis én vagyok az ütköző az osztályban, mert én ugyanolyan jóban vagyok a zsidó lányokkal és a keresztényekkel is. Persze így nem lehetett fiúkat hívni, és különben is rém sokan lettünk volna. Hát erre jönnek szépen a kislányok, átnyújtanak cinikus mosolyjal egy-egy doboz sokit, amit tudva levőleg utálok, és felraktuk a lemezeket, és próbáltunk táncolni, és meguntuk. És uzsonnáztunk, ezt ugyan nem unták meg, de csak abba kellett hagyni. Aztán mély unalom borult a tájra. A korabeli napló bejegyzésekből kibomlik egy különlegesen érzékeny lány története, aki a világháborúban kötött először barátságokat, itt lett fiatal felnőtt, és ekkor szembesült a vészkorszak legdurvább intézkedéseivel, amelyek az egész családját érintették. A későbbi írónő, akit ekkor még Kucses Évának hívtak, a rá jellemző iróniával mesél az osztálytársairól, barátairól, és természetesen tágabb környezetéről, Szegedről is. A vidám fiatalkori hang egyre komolyabbá válik. Az 1943-as, 44-es naplóbejegyzésekből már egy olyan fiatal nőt láthatunk, aki intelligenciájával, érettségével kiemelkedik kortársai közül. Június 18. Most ment el Laci, éjjel 10:30 van. Ma viszik el nagymamáikat, talán éppen most, marhakocsikban, nem tudom hova. Úgy keringenek a fejemben a fogalmak, képek, szavak. Mondd, te is ilyen hangulatban vagy? Azt hiszem, ez a Laciról ragadt rám. Szinte árasztja magából a pessimizmust és a kétségbeesést. Sárga csillag, gettó, papok, zsidók, jezsuiták, öngyilkosság, csendőrök, feljelentés, izgalmak, sírók, görcsök, telefoncsengés, és még száz más, ebből áll egy nap. Anyu állandóan sír, és én nem bírom vigasztalni, csak lődörgök össze-vissza, lehetőleg nem vagyok itthon, és ha sírni kezd, kirohanok a szobából és becsapom az ajtót. Most már igazán fel kell mennem Pestre. Kell valamit tennem, és veled is akarok beszélni. Most nem tudom elhinni, hogy te lejössz. Legszívesebben felmentem volna reggel a Lacival, de lehetetlen, lehetetlen. És most még a vonatokat is leállítják.